Sziasztok! Sziasztok! Ezen a héten a Mikrotik új üdvöskéjével fogunk foglalkozni, az rb 5009 el Szét is fogjuk kapni. Abszolút. Vágjunk bele! Első ránézésre a design az, ami engem nagyon megfogott kicsit egy ilyen gamer routernek tűnik számomra. Igen. Lógnak belőle a hűtőbordák, egy alumínium öntvényre van ráültetve az egész, ilyen, mintha valami taktikai cucc lenne ez azt. Igen, 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 tényleg olyan jellege van az egész, mint hogy egy ilyen nagy hűtőborda lenne, amire véletlenül valaki ráragasztott egy routert némi hűtőpasztával, de egyébként nagyon jól sikerült a router ennek ellenére, tehát ez egy nagyon jól kialakított formaterv is, amellett, hogy tényleg ilyen fémből van, meg, meg, ilyen nagyon futurisztikus kinézete van ezekkel a hűtőbordákkal, amiknek van komoly funkciók, mert elég uh, nagy hőmérsékletet tud produkálni a rajta lévő négy magos ARM 64-es CPU meg egy külön switch is van rajta, amellett, hogy egy ilyen kompakt, ezt így be lehet tenni keretbe, és van hozzá klasszikus keretbeépítő építő dolog, nem is egyet, hanem négyet lehet belerakni egy darab REC ami azt jelenti, hogy ugye így lehet négyszer 10 gigánk, meg négy darab két és fél gigánk, meg négyszer 7 darab a gigaportunk is egy darab unitba, Mellé ugye rengeteg annyi mag van benne, mint egy zsák búzában, tehát négy darab eszköz, összesen 16 magot tudunk majd ott hajtani egy unitba spékelve. És még úgy is jól működik termálisan ez az egész dolog, tehát képes uh, magát lehűteni. Igen. Uh, azért kicsit szaladjunk vissza. Tehát portok számát tekintve van, amit én látok, egy két is fél gigás. Így van. Szóval én is tulajdonképpen? Hát ez a szokásos egyes számú port, amin keresztül ugye újra lehet életre lehet kelteni az eszközt, hogy hogyha valami uh, komoly dolog történik az életében. Valami dráma. Így van. Uh, és akkor van 7 darab 1 gigás portunk, ezen kívül sima rj 45-ön kivezetve valamint van egy 10 gigás SFP. SFP pluszunk, ami gigás módban is tud működni, az lenne. Tápot tekintve úgy látom, hogy itt már lehet telkó szabványos 48 voltos tápokkal is varázsolni, és két bemenetünk ezt is van. még nem tudom biztosra, tehát ezt nem próbáltam ki. Hát uh, 12-től 57 volt. Igen, DC. igen de a telkó DC ez egy kicsit más. A telkó DC ez az az kicsit minusz, más, így van, ez mínusz 48, 48 volt, igen. az egy ilyen régi a dologból adódóan, pont fordítva van a polaritása, és annak ugye ott szokott lenni szerepe, hogy ha az a nulla volt, az rá van vezetve a házra, vagy a mínusz 48 van rávezetve a házra, kinézetre tapintásaik. Kicsit más. <laughs> igen. Jó. Egyébként ö, csavarhelyekből adódóan, farra, asztalra, tehát szerintem ilyen hálózati gíkeknek ez ilyen, ilyen nyácsorgatós. Igen, igen, és azt nem, nem is mondtuk még, hogy amellett, hogy vannak rajta ez a, a sok-sok gigameg-10 gigaport, még van rajta egy USB 3-as port is, amire hát, nagy sebességű dolgokat rá tudunk tenni, rá tudunk tenni mondjuk valamilyen usb és mobil modemet, de miért tennénk rá ilyet, amikor ráteltünk mondjuk egy külső SSD-t, amit viszonylag nagy sebességgel tud is írni. Tehát um, az mindenképpen egy ilyen nagyon pozitív dolog. a szempontjából, ugye beszéltük, van az a POE import, van neki elő egy ilyen klasszikus DC barrel jack csatlakozó, amivel a megszokott mikrotik is tudják üzemeltetni, és itt az oldalán is van még neki egy külön 48 voltos bemenet, hogyha valaki nem szereti ezt a kis ez, a falból kilógó madzagokat, hanem helyette egy biztos csatlakozást szeretne, akkor ez ilyen szép szabványos, ha jól látom, ez talán... Phoenix Contact, így, Phoenix Contact csatlakozó. Így van, csatlakozó. 3,81 mm-es láb a, a, a szélességgel, vagy a lábtávolsággal. Tudják a mikrotikesek, hogy pontosan milyen lábszélesség. De hát ez így most nagyon szép, meg nagyon jó, de nézzük már bele. Bele. Kérek egy csavarhúzót. Oho. Preparáltuk a, a, az állatorvosi lovat. Tehát ennél azért több csavart tartja, nem kell megijedni. Igen, de azért, hogy megizzadjak, kettőt benne hagytunk. Nézzük, hogy néz ki ez belülről. Na, ez egy kicsit jobban tartja, mint az eddigiek. Jó. Mm -hmm. És ez így most mm hm? szerzám, ennyi? Yeah. Aha, ugye? Na itt lehet igazából látni, hogy nem a fedelet vettük le, hanem a rútert vettük le gyakorlatilag a Fedéről, a, vagy a, bordáról. a hűtőbordáról, és itt van a kicsi kis routerünk, ahogy megteremtették ott a gyárban. A, az örök kedvencem az aranyszínű Mikrotik logó, tehát hát ez az... annyira zseniálisan meg van csinálva, hogy ez... Ez, ez, ez már ez kicsit ilyen minden... Steve jobs -i a kerítés Igen, minden is, belül is, is minden minden Pontosan. Van. meg kell festeni. Szétszedjük és akkor is jól nézen ki. Azért lehet látni, hogy nem csak a, a System on Chip megoldás meg a Switch chip van hűtve, hanem itt az SFP alatt is van egy ilyen jó kis um, ruganyos um, oh, ez a hővezető, hővezető szivacs, szivacs ami mi? a hőt vezeti, az elektromos áramot meg nem annyira. És ezzel megoldható az, hogy az ember belerak egy ilyen komolyabb teljesítményű SFP plusz interfészt, ami ugye hőt is termel, ez akár néhány wattos hőt is termelhet akkor az el legyen vezetve, le legyen vezetve erre a szép kis fémtepsire. És hát ahogy ránézünk erre az egész dologra, ott azért látunk olyan dolgokat, amik nincsenek beültetve. Tehát vannak itt még lehetőségek ebben az eszközben, amiket a jelenlegi kivitelében nem használtak ki. A leginkább szembetűnő dolog, ugye az ott azt mondja, hogy van egy power plus minus, meg egy másik power plus minus, ami nincsen kivezetve oldalra. Tehát igazából itt az oldalsó részen redundáns tápot is csatlakozásra tudnánk. is van lehetőség. Én azt tippelném, hogy ez a kettő, ez össze van valójában kötve, tehát amit előről tápolunk, az itt oldal tápolható, és meg lehet most is valósítani a redundáns betáplálást, csak elő ezt a barrel jacket kell használni, oldalról meg lehet ezt a Phoenix kontaktot. Úgy is látszik, tehát itt a pozitív az innen van átvezetve ja. ehhez a... Hát igen, ez... De emellett még itt vannak mindenféle helyeken olyan betöltetlen pozíciók a nyákon, ahova még mindenféle alkatrészeket tudnak Fel lenni. lehet venni. alkalmazottakat akik majd beültetik, <laughs> akik majd dolgoznak a é, És van itt egy ilyen egész komoly tepsi, ahova egy, valószínűleg egy ilyen komolyabb a, a szerűséget lehet beültetni. De nézzük meg, mert ennek is ugye van egy másik oldala, ahol még több érdekes dolgot láthatunk. Ezt ki kell húzni oldalról, ezt a csatlakozót, és akkor ki lehet billenteni talán. Így is van. És akkor most már tényleg kicsomagoltuk a rútert. A... Most már ez tényleg csak a router. És a fölülről elkezdjük nézegetni a dolgot, ami leginkább szembe tűnik ebbe az egészben, hogy itt figyel rajta egy cuki kis M2 PCI Express slot. Ugyanis ebben a Routerben, ott alul, amit most szégyen szemre letettünk az asztal és összeragasztó Na mint slot nem? A slot nem, a slotnak a helye. A, a slot slotnak helye. a helye felel. Figyel ott. És azért van erre lehetőség, mert ebbe most én nem puskázok a számítógépemről, egy Marvel Armada 7040-es System on Chip megoldás van benne, ami rengeteg sok érdekesség van, azon kívül, hogy ugye ősz maga egy négy magos ARM 64-es CPU, és akár 1 GB memóriát is el tud kezelni. Emellett még van rajta USB 3 csatlakozó, Egynél több is, belülről nincsen kivezetve. É, van rajta több PCI Express interfész, PCI Express egyszeres, meg PCI Express négyszeres interfész is, sőt, még SATA portok is vannak rajta. Hát azt gondolom, a mikrotik nem feltétlenül fogja elbele a platformnak kivezetni, mert nem biztos, hogy az emberek satával csatlakozó diszkeket tudnak rátenni, viszont a belső PC Express slotnak a hely az arra, arra enged következtetni, hogy ebből lesz egy olyan változat, amely az ember majd berakhat magának hogy egy belső SSD-t, és a belső SSD-re különböző érdekes dolgokat rámásolhat. Arra logolhat, futtathat rajta gyúdot, vagy ne Isten, valami külső binárisokat, külső forrásból származó, nem router natív dolgokat. Esetleg itt elkanyarodhatunk arra, hogy itt lehetne dockerizálni is ezen a meghajtón? Hi, igen, igen, így van. Ugye a Router ROS 7.0 az, ami ezt az eszközt támogatja, azzal kezdődött el a támogatás, illetve bocsánat, 7.1. Um, annak van egy olyan változata, amiben a Mikrotik bedobta az emberek közé, hogy nézzétek, van itt nekünk docker támogatás, ez egyébként a 7.1 RC3-as um, Változatában található meg, és igen, van lehetőség arra, hogy Docker konténereket uh, rakjunk a routerünkre, és azt a router OSB-be integrált plusz uh, konténer csomag felakásával utána működésre is tudjuk bírni. Uh, azért fontos, hogy egy ilyen routert használjunk hozzá, mert ahhoz bizony kell plusz erőforrás, kell memória, hogyha szeretnénk több Docker konténert futtatni párhuzamosan, um, kell hozzá. Um, disk kapacitás, vagy flash kapacitás. Ez az eszköz önmagában már 1 GB flash-sel bír, tehát arra azért már át tudunk tenni egy konténert, vagy akár többet, és attól függ, me mekkora dolgot szeretnénk rápakolni. Mondjuk egy Unify controller? Mondjuk egy Unify controller, tehát ez Erről még ötteni. lehet, hogy lesz egy adás. Véletlenül szóba kerülhet, de sokat segít az, hogy van rajta egy USB csatlakozó. Az USB csatlakozóra rá tudunk csatlakoztatni egy USB SATA átalakítóval egy SATA SSD-t, és akkor ott már meglepő módon nagyobb sebességet fogunk tudni írásban és olvasásban is elérni, mint a belső flashen, és az SSD-nek a nagy kapacitását, meg a nagy írási élettartamát, ezt ki tudjuk arra használni, hogy akkor Docker konténereket futtathassunk rajta. De ne rohanjunk ennyire előre, itt fél... Fogunk... Attila, mikor fogunk bitcoint bányászni a routerünkön? Hát ezt én nem tudom. <laughs> Vigyázzatok, mert ha ez kiderül, ebből az lesz, hogy mint a videókártyáknak az ára. <laughs> Nem valószínű, hogy ez az ez ARM CPU ez, ez akkora teljesítményű lenne, hogy ezzel értelmes módon be tudnánk szállni a bitcoin bányázásra. De egyébként, ha valaki rajta, rajta van a bitcoin dolgon, uh, tudom javasolni, van egy C64-en megírt implementáció, uh, gyakorlatilag egy darab egy darab, um, hash, hát ilyen 337 év alatt, nem, 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 nem. Tehát viszonylag alacsony uh, hasréttel tud működni. Tehát de, de nagyon, nagyon, nagyon közelíti azt, hogy a belefektetett energiát azt, azt, azt a életben nem fogjuk visszajönni, semmilyen formában sem. Um, jó. De oké, okay, konténer, meg minden, tegyük félre, még, még mindig ennek ellenére is uh, vannak rengeteg érdekes dolgok ezen a, ezen a, ezen a baseboardon, hiszen, hiszen még itt is van egy uh, raklap olyan alkatrész, mert nincsen beültetve, fogalma sincs, hogy mik lehetnek, nincsenek odaíra semmi sem, van egy másik MikroTik logó, hogyha valaki mások oldalát néz, akkor ezt is tudja, hogy ez egy tényleg MikroTik eszköz. A szokásos headerek, amin keresztül esetleg a JTAG-gel lehet mondjuk debugolni ezt a a, a bordot, amikor működik, azok szintén megtalálhatók, és van itt egy icipici csatlakozó, ami azt mondja, hogy GPS antenna, és itt van egy olyan, plecsni, ami valószínűleg egy ilyen u-blox vagy egy valamilyen kompatibilis GPS e, csipet tud tárolni. Tehát ez még arra is utalt, hogy ez, ez, bizony, ez valami egyéb szerepet is be fog majd tölteni a mikrotik palettában. Lehet, hogy lesz egy másik, egy icipicit eltérő formfaktorú kivitelű doboz, ahol mondjuk már a GPS fogják tudni használni. Itt van még megint egy másik olyan csatlakozó, ami egy első ránézésre, hát én nem tudnám megmondani, mi lehet, de gyalogszor ez is egy valamiféle ilyen PCI express csatlakozó lesz. Tehát elképzelhető, hogy arra megmondjuk bele lehetne tenni egy PCI express uh, formfaktorú, um, mondjuk 60 GHz-es mm. nicket. Wow. Hát látható, ez egy, az ötös széria első eleme, ugye? Így van. Tehát így így van. Itt, itt, itt egy platformot indított el a MikroTik, és mint az autógyártoknál, egy közös platformra sok terméket tudunk csinálni, Pontosabb. sok megoldás, sok célt kiszolgálva, teljesen különböző termékeket piacra dobni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik jönnek. De hát kódokban egyébként nem derült ki, hogy milyen verziók fognak még Még ebből kormányat? nem, nem még? találtam semmit sem. De később, majd ha lesznek újabb üléskendérékek, azokban ismét lehet majd turkálni, és kideríteni, hogy milyen új sorozat, milyen új gyártmányszámú eszközök jöhetnek ki. Ez nem új dolog, hogy ez így, így van a MikroTiknél, Tehát a, a legelőször talán a 60 GHz-esnél GHz GHz láttam ilyet, hogy, hogy a VAP60-nél, a -e, hogy ott volt egészen konkrétan föl voltak rá rakva a az 5 GHz-es wifi komponenseknek a helyé, meg egy annak az antennéje is. És ugye kellett várnunk egy-két évet, amíg a megoldás maga olyan stabilá vált, hogy utána Wireless Wire Cube néven behozta, megszülessen, el. és akkor ott abban mennem van az 5 GHz-es a 2011-es széria ott is az volt, hogy egy alaplapon egy csomó funkcionálítást különböző kivitelek, hát nem wifi, volt, nem rajta ez rajta nem volt ennyire az... sok rétű a, a bővítési lehetőség, de, de már ott is ugye ez volt a, a termékgyártási ö, metodika, hogy, hogy egy alaplap és akkor abból több verziót csinálunk. Nem jelenti azt, hogy ezek közül a dolgok közül, amit mi itt ebbe az eszközbe, az mindből termék is lesz, tehát feltételezem a termékfejlesztésnek ott is vannak olyan irányai, hogy Létrehoz a, a tervező társaság egy olyan baseboardot, amiben rengeteg sok lehetőség van, és utána ennek egy részét majd tudják termékesíteni, annak megfelelően, hogy mire lesz igény. Én biztosra veszem ezt a Mini PC Express SSD-t. Tehát annyira biztosra veszem, hogy, hogy itt, itt ennek valószínűleg ez a lyuk itt, ami itt van a, a alaplapon, az fogja itt majd megtámogatni a mini PC Express SSD-t magát, uh -huh. hogy le, ugye be rögzíteni. És eleve az a tény, hogy, hogy Docker funkció megjelent a router OS ben ami igényelni fogja, hogy legyen rajta valami tisztességes méretű, adott esetben bővíthető storage, szerintem egyértelmű, hogy ez, ez, ez a, ez a folytatása a dolognak. Az kérdés, hogy ez hogyan lehet majd megvalósítani ebben a... Hát jelenleg nem kifejezetten egyszerűen szétszerelhető változatban, hogy az emberet könnyedén cserélgethesse benne az SSD-ket, lehet, hogy tetej lesz egy kis kapu, amit majd ki lehet nyitni, és be tudja tenni uh -huh. az ember az SSD-jét. Összességében nézve ez egy nagyon-nagyon menő kis router, amit a, hát akár a geekek otthonra maguknak a, a saját szórakoztatásukra, mint például én, megvásárolhatnak, és utána mindenféle vicces dolgokat futtatnak rajta, például dockerben, mondjuk egy Home Bridge-et, és akkor ezen keresztül tudják integrálni az összes uh, nem Apple HomeKit-kompatibilis eszközüket az Apple HomeKit-be. Látogassátok kis... meg az Okos Otthon csatornát is. <laughs> egy kis okos otthonos relevancia is ebben az adásban is. Igen, de hát igazániból bármit, tehát hogyha a Docker előkerül, akkor elég sok. Pontosan. Akkor arra. már csak az ötleteink meg a lehetőségek szabnak, Így hatán, van. tehát hogy éppen mi van elérhetően. Vagy mit csinálunk meg? Nem annyira új ez az ötlet, hogy a routeren futtunk valamit, ami nem való. Mert ugye volt már a, a MikroTiknek több más próbálkozása. Egyrészt ugye ott volt a Meta router, ami a, a korábbi a, a MIPS Big endian platformokon működött, illetve talán működött a, a, a régi, a, hú, nem is tudom, a, a PowerPC platformon is, így van. A, de ott ahhoz más volt a belépő szint. Tehát ugye ahhoz nekünk valahonnan kellett szerezni mondjuk egy, egy lefordított Open VRT t és akkor abba kellett, az image-be kellett beletrükközgetnénk a saját dolgainkat, Nehézkes volt. Ugye Ez most Docker sokkal egyszerű esetén sokkal-sokkal egyszerű egyszerűbb, hiszen uh -huh. ha belegondol bárki is, ugye már most is lehet kapni rengeteg olyan eszközt, mindenféle otthoni nasokat, meg, meg egyéb megoldásokat, ahol ilyen Next Next Finish gumkattintás, azért Docker regisztriből letöltéssel fogunk tudni alkalmazásokat letölteni. Én azt képzelem, hogy a jelenlegi állapot, ami most szintén ilyen némi céli húzárkodást igényel, majd a router ROS-ben is ugyanúgy meg fog jelenni, vagy a webgui kivezetve, vagy, vagy a Winbox-ba kivezetve, hogy az ember már könnyedén tudjon rátenni konténereket. Ha bárki otthon kipróbálja ezt a dolgot, arra figyeljen csak, hogy X86-os imidzseket, Docker imidzseket nem fog tudni rajta futtatni, mindenképpen csak ARM 64-es imidzseket fog rajta futtatni. De hogy mennyire érdekes ez, nem ez az egyetlen eszköz, ahol ezt meg lehet csinálni, hiszen gyakorlatilag minden olyan routeros eszközt, ami futtat 7.1-es routeros és van benne elegendő mennyiségű disk, és ARM 64-es alapú, Példának okáért van az a kedves kis uh, RB1100, legutolsó változata, X4-es Dude Edition, ami még a MikroTik belecsomagolt egy 60 gigás SSD-t is. Ez itt tökéletes uh, um, áldozat arra, hogy utána a dokkerekkel megroncsuk az életét. Hát igen. Uh, lesz egy adás, amit említettünk, amiben majd így a dokkerekkel még el fogunk játszani, és a dockerimages meg ezzel a routerrel, uh, valamint, nem árulok el gondolom nagy titkot azzal, hogy a Router 7 újdonságaival is fogunk foglalkozni, annak is szentelünk egy-két adást. Egyelőre köszönjük a figyelmeteket, stay tuned, iratkozzatok fel, nem sokára találkozunk megint. Sziasztok! Sziasztok! És a csengőt se nyomjátok meg!